Na hé, 13. kérdez Felálex koronavírusos, karanténos kutya fa füle. És mint szokás szerint lehetett kérdezni a Facebook oldalamon. Örökétig megválogatom a kérdéseket, és amik már egyszer voltak, azokat nem teszem be. És azt is rengetegszer elmondtam, hogy lájkoljátok a Facebook oldalamot, hogy következő kérdez felekre tűes tudjatok kérdezni. Remélem nem kapok copyrightot a szomszédból a bömbölő zenétől, és azt még jobban remélem, hogy ti nem erősen halljátok, és nem zavarja a hangomot. Na, ez is most indult el az utánfutójába. Én nem panaszkodok a karanténos élet miatt, mert nekünk falunk könnyebb, van hova kimenjünk, szét tudok nézni, ez meg az, de aki városon lakik, na annak most azt nem irigyle. Amúgy tényleg most már a csapból is ez folyik, úgyhogy én most nem fogok itt a videóban erősen karanténolni is vírusozni. Na izé, lábszag, miket kérdeztetek? És amúgy, amielőtt valaki szólna a policoknak, hogy elszöktem otthonról, csak mondom, hogy itthon vagyok az estálló felett. Tekintettel a húsvétra, itt van egyből egy húsvéttal kapcsolódó kérdés, de mielőtt felolvasnám, én is egy áldott, békés és kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden feliratkozónak. Ne lássátok, anya festi a tojásokat. Megint legyen, megvacsolunk, áldja meg az Isten! Béke szalomászik, bírj! Szia Csabika, nem sokára itt a húsvét és a kérdés is ezzel kapcsolatos. Angyaloson még tartják a régi húsvéti vedres locsolkodást. Hát nálunk felé nem nagyon őrizték ezt a vedres formát. Én, amióta emlékszek, itt nem is volt olyan, hogy most vidrekkel jártunk, vagy jártak ezelőtt, locsolták a leányokot, nem. Én is örökké spréjával, kölnivel jártam locsolni. Idén el sem tudom gondolni, hogy itt mi lesz, s mi nem lesz, már még én magam sem döntöttem el, hogy idén menjek-e locsolni, vagy ne, nem tudom. Viszont ami ennél szomorú, és a húsvétról szóló szokásos videómban beszéltem erről, az az, hogy ez a szokás egyre jobban kihaló félbe menjen. És ami még úgy cseppet bántott, hogy idénre sehova se hívtak el, ahol még tartsák ugye nagyba a hagyományt, ahol vidrekkel locsolnak, hogy menjek s csináljak egy videót erről. Na de hát aztán nem is hívtak, s jött is a korona, s így gondolom mások se fognak locsolkodni erősen. Hogy áll a kárt? Elveteményeztétek már? Hát nemrég szántódott fel, máskor fel szoktuk ásni, de idén lóval s ekével szántódott fel. Most pedig van vagy dughagyma belé dugdosgatva, a pityóka még nincs elültelve. Mikor lesz Dubsmash 10? Még tavaly volt egy csomó jó videó ötletem, hogy miket kéne megcsináljak, s hogy s mint, hogy végre össze tudjam vágni a Dubsmash 10-et. Csak közben aztán jött a TikTok-s erős menő lett, s már ott van mindenféle ilyen videó, s nem tudom, hogy mit évő legyek. Mert a Dubsmash-re szánt videó részletek, amik fel vannak már véve, azok már ilyen 1-2 évesek. Meglássuk, mi lesz, egyelőre nem tudom. Mit gondolsz a kényszer szünetről a fociban? Hú, ember, aki Instán követ, a láthatta a sztoriaimba, hogy a fehér orosz és a Nikagarai bajnokságot nézem, mert jelenleg ez a két bajnokság követhető, és ezek mennek, vagy engedélyezettek a világba. Erősen elvonási tünetjeim vannak. Tapasztalataim szerint a Nikagarai meccsek azok jobbak. A fehér orosz az színvonalasabb, de a Nikagaraiban az ott látványosabb. De amúgy én ugye május óta itthon vagyok, és nem visel meg engemet annyira ez a karantén, nekem inkább csak a baráti társasággal eltöltött, vagy az átbulizott hétvégék hiányoznak a futballmeccsek mellett. Ennyi. Mit fogsz csinálni, ha eléred a 25k? Volt egy fogadás, ugye még régebb erről is beszéltem valamelyik videóban, na de az ugye úgy szólt, hogy ha télen elérném a 25 000-et, akkor ki nem ez itt láb, futkorászok a falubos kiábáljam, hogy emberek 25 000, hát a 25 000 az most nemrég lett meg, úgyhogy van április van, hó sincs, tél sincs. Úgyhogy elúszott a fogadás szerencsémre, és egy tüdőgyulladást is megelőztem el. Úgyhogy nem csináltam semmit, kiraktam egy Insta sztorit, és ennyi. Ha választhatnál fiú vagy lány tesót, választanál magadnak? Öröké, mindegy lett volna nekem, hogy milyen testvérem lesz, csak lett volna. De egy kamarottam. Mind a kettőnek megvan az előnyes, a hátránya. Ha fiúcska lett volna, akkor tudtam volna vele inni. És ha leánka lett volna, akkor a sógorommal tudtam volna inni aztán. Jaj, kényes téma lesz. Szereted a Csefere Klust, és szerinted jó csapat? Amúgy nagyon jó videós vagy, csak itt tovább. Köszönöm szépen. De nem tudom, mi az a Csefere Clus Clus. Én csak a kolozsvári vasutast ismerem. Az viszont a mai Románia legjobb csapatja, elvégre tavaly ő lett a bajnok. Plusz Európa Liga főtáblára is feljutottak, sőt, még onnan is tovább jutottak,
úgyhogy ezen nincs mit vitatni. De viszont hány ingere van attól, hogy ott románul szurkolnak az ottani magyarok is? Sőt, úgy tudom, hogy az ottani szurkolótábornak a kápolja is magyar. Hány inger? Ez az őszinte véleménye. Viszont egy hatalmas elnézést kérek az ottani magyaroktól, akik kimennek meccsre csendbe, végignézik a meccset, vagy pedig azoknak hatalmas respekt, akik magyarul buzdítsák a csapatot. Kitartást! Ennyit így árősáról a Cefererről, vagy miről beszéltél. A kolozsvári vasutasról. Akarnád szabadságot Erdély országnak, nem csak Székely ország? Ha igen, hogy látnád te ezt? Most komolyan 100. évad árulással elvették Erdélyt. Most melyik az a magyar, aki nem akarna szabadságot? S szabad lenni, s végre leszakadni erről az istenvert a hegyén túli kormányzásról. Szidják egy csomóan Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöki, de olyan politika, mivel le, hogy ehhez képest Johanniszék ott odabent, a porba fingó bányászbéka sagga alatt vannak. Ebben az országban csak lopni tud mindenki, s minden feketén megy. Ezeknek odabő a hegyen túl még Jézus és Román volt. Mit lehet elvárni egy elsüket néptől, mint azok? Semmit. Sokan vannak, akik Erdélyt függetlennek akarják, vannak, akik autonómiáról beszélnek, és vannak, akik újra Magyarországhoz szeretnének tartozni. Na hát én a harmadikot pártolom, hogyha kéne választani. De igazából, amíg egy ízig-véri erdélyi magyar ember él a földön, addig Erdély soha nem lesz a bocskoros olaoké. Ki a kedvenc TikTokered? Hát nem te Orpi. Amúgy Isten mentsen, hogy megéljem azt ott, hogy nekem kedvenc TikTokereim legyen. Tiszta szégyen az az alkalmazás. Alig várom, hogy már valahogy vége legyen, vagy valahogy lejárjon, vagy csak így megszűnjön. És remélem minél hamarabb állja ez a nap. Olyanokért rajonganak, akik a videókban táncolnak, státognak. Hát azt mindenki tud. Igen, most lehet megkövezni, hogy de Csabi, neked is vannak ott videóid. Igen, én is jelen vagyok TikTokon. Azért vagyok ott, mert hát most ugye ez a trend, én követem a trendet, próbálok haladni a korról, és tudom ott is reklámozni a videóimot. Így még több embert be tudok mozdani a csatornára. Mert kiraktam például egy videó részletet a székelyi vállásból, 60 000 látták. Bélánkolták vagy 5 000-en, a videónak a YouTube-on felányi megtekintése van. Tehát az emberek azok szerették, amit látnak részletet TikTokon belőle, de dögök voltak rákattintani a profilomra, s ott a YouTube logóra, hogy feljöjjenek a csatornára, és megnézzék az eredeti tájás videót. Mert dögök, a mai embernek mindent a szájába kell rágni, ez a baj. Ha nem rágod be a szájba a puliszkát, ők vizza meg nem rágják. Anya, rákezd be ezt a kaput, no! Gondolkodtál valamilyen tetováláson? Igen. Ide lesz egy mustáros doboz, ide egy ketchupos, és ide a szívemhez szalma pityóka. Viccelek csak, de igen, nézegettem a tetoválásokat, viszont még nem akarok. Még csak 20 éves leszek, még szerintem még korai. Minek? Azt is aztán nézegetni életem végig megunom. Még van idő. Szerinted mennyi feliratkozód lesz év végére? Na, fogalmam sincs, de gyártek, tippeljük meg. Mindenki, aki akar tippelni, az írja meg most kommentbe, hogy szerintem ennyi feliratkozom lesz az év végére. Komolyan, hogyha valaki eltalálja, én azt megajándékozom. Én egy olyan 34 000-re tippelek. Na, sok sikert, jó tippelést! Kedvenc zenész, ittenire gondolok, akik bálokat és zenélnek, például Robi, köszi, vagy kompi, stb. Tá, ez a köszi, szia, hello, csumi, csá, Robi. Addig élőzött a Facebookon, és élőzik most is, hogy már el kellett kezdjem letiltani azokat az embereket az ismerősi listámról, akik megosszák, hogy immár többet ne lássam. Megcsemeltem tőle erősen, már írta unalmas. Én nem akarok senkinek beszélni a dolgába, és nem is tisztségem, és én nem is fogok, de véleményem szerint, ha hetente 3-szor csinálna live-ot, az úgy még elmenne, de az, hogy minden nap, hát az már erős unalmas. Ahogy szokták mondani, a jóból es megárt a sok. Viszont az én kedvenc bandám egyértelmű, hogy a Csavargó Band, akiket már kétszeres elhívtam ide a bálba, amiben én is szervező voltam. Ha angyalosan bál van, s benne vagyok a szervezőségbe, akkor alap, hogy ők zenélnek. Mennyi idő kellett, amíg megszoktad a kamerát? Értem ez alatt, amíg nem voltál lámpalázott. Mennyi ideig gondolkodol a következő videó tartalmán? Van, hogy hetekig nincsen ötletem, van, hogy egy tusolás közben kipattan egy új ötlet, vagy pedig jön magától az egész, már elhívnak ide vagy oda, változó. És így visszanézve a régebbi videókat, akkor még olyan szokatlan volt, csak akkor én is úgy tekintettem arra, mint a nézők, hogy én egy kamerához beszélek. Nem. Én meg kellett tanuljam azt, hogy nem a kamerával beszélgetek, hanem veletek beszélgetek. És nektek mondom, amit mondok. De hogy őszinte legyek,
azt még most se szoktam meg, és nincs elég bátorságom hezza, hogy tömeg előtt vlogoljak. Tehát olyankor, mikor tömegben most vlogolok, úgy a pofa lemezen pirosodikás, szégyellem magam. Olyankor mindenki engem néz, és kicsit olyan zavarba vagyok. Na. És muszáj lesz, törekedjek arra, hogy ezt legyőzzem, ezt a félelmemet. Mondd el valójában, miért szólítasz Betlinek, és miből jött ez a név? Na ki az, aki nem ismeri Betlit, hely? Ő az, aki az angyalosi születibálos videómba beleélte magát az egész születibálba, és úgy vette a szekérén, ahogy azt az ezelőttiek csinálták. Úgyhogy erős fájnytos volt. Az a szem, az a szem, akinek a szeme kék, akinek a szeme fekete. Mit csináltál Betli? Pisültél? Igen. Pisültél? Igen. Én csomót kellettes gondolkozok, hogy vajon Métes honnan esett. Pont néztem az imént említett zenésznek a live-ját, még az elején, és ott írták be valaki, hogy a Betli duótól kére számot, és akkor esett le nekem. Ugye én hallgattam régább azt a zenekart, és akkor ugye a fejemben megmaradt, hogy Betli, az a név, és ugye hát beállta, úgy szólítsák Betty, és akkor Csabi átformálta Betlire. Milyen volt a suli? Én csak annyit tudok elmondani nektek, amit nekem is elmondtak az ezelőtti idősebbek, s én se hallgattam meg sose őket, hogy addig örvendjetek, míg iskolába járhattok. Ma az élet csak utána kezdődik. És aztán kérdezte, és kaptam az unókártyából a megfordítós lapot kommentbe, és már el volt látva a bajom, ezt úgy szoktál mondani, hogy knockout technik, már Csabi megkaptad. Hát s ával itt véget esél a 13. kérdezz felek videó. Én itt most ügyesen lecsusszanok mi hernyó a ganyéba. Így. És aztán ne sírjon senki, hogy lemaradt a kérdezfelekről, mert ő nem tudta, hogy lehet kérdezni. Mert én elmondtam 31 milliószor, hogy be kell lájkolni a Facebook oldalamot. Én Mr. Originality, azaz Csabika voltam. Tyuklav, ludlav mindenkinek. Szerztok!